se tudsz már igazodni a streaming szolgáltatók labirintusában? Nem vagy vele egyedül, gondoltam, hogy regisztrálok helyetted is az összesre. Azt hinnétek, hogy jó, van pár streaming szolgáltató itthon, ahol filmeket meg sorozatokat lehet nézni, de nem. Majdnem 30 van, ami itthon elérhető. Megnézzük a felületét, hogy milyen jó tartalmak vannak ott, tierlistben rendezzük, és a végére lehet, hogy kijön, hogy ez a nagy zaj, hogy egyre csak gyűlnek a streaming szolgáltatók, mi az, amire érdemes is előfizetni. Osztályozzuk őket. Az elmúlt napjaimat olyan dolgokat töltöttem, aminél szívesebben semmit se csinálok. Honlapokra regisztrálhattam meg, visszaigazoló e-maileket kattingattam meg, a bankkártya adataimat adtam meg. Tudjátok, ti is szerettetek új honlapra regisztrálni mindig a jó móka, nem? Én még annó készítettem egyszerű videót a 6 lépés, amikor csak bejöttek a streaming szolgáltatók, de hát azóta nagyon elharapózott itt minden, és gondoltam, hogy egy ilyen lazább videót is szívesen nyomnék, amiben megnézem, hogy Magyarországon milyen streaming szolgáltatók érhetőek el, most, hogy már szinte mindegyik bejött. Szóval gondoltam, hogy megnézem, hogy milyen a felületük, milyen a tartalom, milyenek az exkluzívak rajta, mennyire hozzáférhető egy átlag magyarnak, mi az ára. Szépen megyünk sorba. Itt majd tierlistbe rendezzük a jó kis streaming szolgáltatókat. Amúgy írjátok meg nyugodtan, hogy hányra vagytok előfizetve. Nagyon jó, mert most van egy ilyen appom, ami tudod, ilyen elektronikus vásárlásomat az követi, és utána a rendszerezi, úgyhogy most majd látni fogom, hogy egy hónapban mennyit költök ilyen mindenféle előfizetésre. Összességében szerintem azzal, hogy mondjuk elő vagy fizetve egy-két streaming szolgáltató, a zenére, stb. Az még azért még mindig nem olyan óriási egy összeg. Egy zene meg kettő streaming szolgáltatás mondjuk még mindig annyiba kerül, mint egy TV előfizetés kb. Szóval azért nem a legszörnyűbb dolog, meg mondjuk a moziba elmész, akkor a jegy meg a popcorn az már alapból többbe kerül. De nyilván a mozinak is megvan az élmény, én nagyon szeretek moziba járni. Ez nem a mozi ellen fog szólni, én mindenkit bíztatok, hogy menjen el moziba. Régen minden héten jártunk, most már így a két gyerek mellett már nem olyan egyszerű csak úgy leugrani a moziba, de amikor lehet, én szívesen elmegyek. Nagyon ritkán többször is elmegyek egy filmre, most a új Spider-Verse második része. Az annyira tetszett, hogy meg kellett nézem másodjára, és harmadjára is szívesen megnézni, mert egyszerűen fantasztikus volt, ezt moziba kellett látni. Megértem, hogy az emberek telítődtek ezzel a sok streaming szolgáltatóval. Igen, amikor bejöttek, akkor remélt az ember, hogy lesz majd valami összefogó, mert ugye a zenénél olyan elég egyszerű, mert egy streamingre előfizetsz, kb. Mindent elérsz. Hát, filmeknél, sorozatoknál nincs így, pedig a magyar nép a sokáig azért ellenáll. Kommentekből az jött le, hogy ők csak azért se fizetnek elő egy csomóan, biztos most is vannak. Mindenképp a torrent meg ilyenhez fognak folyamodni, ami nyugodtan, ha szeretnék. Nekem is néha muszáj, amikor a magyar filmmaraton megy, de erre még visszatérünk. De amúgy nyilván sokkal kényelmesebb, csak egy okos tévén már mindenféle app fönt van, benyomod, és akkor megy is a film vagy a sorozat. Régen azért, amikor még bejöttek, akkor még magyar felirat se volt, szinkron se volt, akkor még a belépési küszöb nagyobb volt. Most már rengeteg streaming szolgáltatónál magyar szinkron is van, magyar felirat is, szóval ez már nem lehet annyira akadály. Tényleg sokat fejlődtünk, sokkal több a kínálat, úgyhogy ilyen szinten szerintem menő, csak nagyon-nagyon, hogy mondjam, fel van aprozódva ez a piac. De hát most megpróbálunk igazságot tenni ebben. Kezdjük az Apple TV Plus-szal. A felülete, az szerintem ahhoz képest, hogy Apple nem a legjobb, én nekem azért nem tetszett annyira, de nem is a legszörnyűbb, szóval egy rendben van a felület, azért elválható, hogy egy Apple az egy rendes felületet csinál, de szerintem azért nem értékel a maximumot. Viszont a felhozata az nagyon gyenge. Nagyon kevés jó filmet találtam, meg jó sorozatot, de hogy így azért annyira nem voltam elragadtatva a, mondjuk itt belemegyek a filmekbe, nézd, itt van ennyi, dráma van ennyi. Nagyon kevés a felhozata. Úgyhogy nem vagyok annyira elégedett. Van pár exkluzív cím, van, amit szeretnek is az emberek, Morning Show, vagy valamilyen Jennifer Anistonnal, meg van egy dinoszauruszos dokumentumfilm sorozat, aztán már két évados, az is elég minőségi, de hogy annyi azért nincs, amiért én szaladnék előfizetni, csak azért a pár exkluzívért szerintem azért nem olyan nagy show. Felirat az van, magyar, szinkron nincs. Az a bajom az Apple TV Plus, hogy elmentek, hogy csomószor Apple cuccot vásárolsz, azt mindig kérdetik, hogy akkor egy évig lesz ingyen ilyen Apple TV Plus-od. Nekem ezt még sose sikerült megcsinálni, hiába vásároltam, de az valószínűleg az én balfasságom. Pedig úgy, hogy ha egy évig ingyenes, úgy lehet, hogy megéri amúgy. De nyilván minden streamingnél lesz olyan minőségi, exkluzív, ami tetszik valakinek, de hogy így összességében azért nincs annyi, hogy így elájuljunk. Még nagyon az elején van az Apple TV, és nem nagyon siet. És ahhoz képest, hogy 2790, szerintem ez gyenge. Amúgy ez is olyan, hogy itt az Apple TV-n keresztül, hogyha benne vagy az abba, akkor tudsz vásárolni még egyéb filmeket. Én egy D-t mondok. Szegényes a katalógus. Akkor menjünk tovább a Cinegóval.
furcsa kettősséget éreztem a szinagóg kapcsán, és aztán egy idő után meg frusztrációt, és elmondom, hogy miért. Szerintem a kezelő felülete nem rossz, de kicsit elavult nekem, és az, hogy max full HD-sek a filmek, az már szerintem kevés itt 2023-ban, de még megbocsájtható. 1790 forintba kerül, van éves, akkor általában bármilyen streamingnél azt mondom, hogy van éves előfizetés, akkor ott van egy-két hónap kedvezmény ilyenkor, de ahhoz képest, hogy 1790-ért lehet előfizetni rá, és egész szép katalógus van itt, ahhoz képest látjátok, amin ilyen kék csík van itt oldalt, azért még pluszba fizetni kéne 720-at. Azt hiszem, miatt előfizettem 900-at, szóval lehet, hogy itt kedvezményesebb, de még úgy sem érzem, hogy nagyon megérte, úgyhogy a filmek ez alapján a 90%-et nyilván ezeket rakja előre, amik újak, meg frissek, meg sokan nézik, de azokat mindért kb. Külön fizetnem kéne. Szóval akkor nagyon jó kérdés, hogy miért fizetnék erre elő? Akkor már jobban megéri nem előfizetni, és azért a pár filmnél, amit megnéznék, kifizetem a 900 forintot mondjuk. Nem érzem korreknek, hogy előfizetek majdnem 2000 forintért, és rengeteg van, amit miért még pluszba fizetnem kéne. És van pár, amiért nem, értem, csak így nekem furcsa ez a kettősség. Úgyhogy ilyen szinten ez nem annyira tetszett, amit ki tudnék emelni, hogy van ez a válogatások fül, itt van, hogy 10 plusz egy film a keleti blokkról, és akkor vannak ajánlások, hát vannak cikkek, amik ajánlanak, meg Cinefest 2023, rendezőnek az alkotásai, valakinek a kedvence, magyar filmek, szóval ez, hogy vannak ilyen ajánlások, ez szerintem tök jó. Előfizetni nem érdemes, hogyha valamit csak itt találsz meg, és mondjuk megveszed 900 forintért, az lehet, hogy úgy még okés, de amúgy sajnos így, mint streaming szolgáltató, így a D-tierbe raknám a Cinegót. Jó, Sky Showtime. Én őket már nem voltam reszídni egyszer, amikor be kellett regisztrálni, a jól van ez ígyben. Mert nem ők írtak, hogy segítsenek, kedvesek voltak, lehet, hogy én basztam el valamit, nem mindegy. Amúgy azóta már elő vagyok fizetve. Az lényeg, hogy itt 2000 forint, van 6 nap. Hogyha nem mondom, akkor általában nincs, vagy nem tudok róla, mert van olyan, ahol már regisztráltam, már lemondtam, és most újra regisztráltam, és ezért nem ajánlotta föl a próbaidőszakot, de régen emlékszem, még volt olyan a Netflixnél, hogy 30 napos próbaidőszak. Ilyeneket felejtsetek el, nagyon max 2 hét egy próbaidő ezeknél a szolgáltatóknál. Itt van 6 nap próbaidő, ezek jók, mert hogyha valami érdekel titeket, egy streaming szolgáltató, akkor az is lehet, hogy előfizettek, rögtön lemondjátok, és akkor 6 napig még használhatjátok. És ha utána tetszett, akkor majd folytatjátok. Szóval a Sky Showtime az viszont ahhoz képest, hogy nemrég jött be, szerintem a felülete rendben van, sőt, kifejezetten a jobbak között van, hasonlít a Netflixre nagyon. Azt kell mondjam, hogy vannak erős filmek. Szóval erős a felhozata. Vannak újak, nem olyan sok új van, de mondjuk itt van az új Dungeons and Dragons, amiről jókat hallottam, meg az a Marcel, arról is jókat hallottam, azt megnézném, de hogyha visszamész, nagyon sok klasszikus van. Kifejezetten somó jó filmet láttam, amit régen nagyon szerettem. Ez az egyik kedvencem az ilyen streaming szolgáltatóknál, hogy rengeteg klasszikus filmet be lehet pótolni, ami nekem fájón hiányzik pár klasszikus film, ilyenkor benyomod, azt hiszem vannak exkluzívjai, de nem sok. Nem erről híres, itt vannak a fölül. Ebben még elég gyenge az exkluzívokban, legalábbis még egyiknek sem sikerült ilyen nagyot robban. De alapvetően nekem tetszik, hogy mennyi klasszikus van, már Besugó is itt van. Például az is egy jó húzás volt szerintem. Szóval én azt mondanám, hogy a Sky Showtime az itthon a jobbak között van, és amúgy van szinkron és minden, ami kell. Hát az, hogy ez 2000 forint, azt szerintem az A-ba repíti. Nyugodtan vitatkozzatok majd velem a kommentekben. Menjünk is tovább. Crunchyroll-lal. Hát igen, azt amiatt ismerem, mert a Sün mindig jön nekem a Attack on Titan-nel. Én az első részt már megnéztem, és gondoltam, hogy nem találtam sehol, letöltöttem, nem működött az a formátum a tévén, ezért csesznek fel mindig a torrentről, mert egyszerűen sok a cseszekedés, letöltés, át kell rakni, aztán néha nem működik, néha nincs felirat, és mondjuk egy japán dolgot, ezt nem tudok angol felirat nélkül. Szóval mindegy, az a lényeg, hogy mondták, hogy akkor a Crunchyroll az egy ilyen anime, központú streaming szolgáltató. Itt van a Crunchyroll, mutatom nektek. Nagyon sok dolog van, csak egyáltalán nem látom, hogy mi mit jelent. Hát, azt mondom, hogy a felülete az... Nem a legjobb szerintem. Ami a legjobban felidegesített, hogy nincsen okos tévé apja. Figyelj, hogyha én valami streamingre előfizetek, akkor nyilván azért van, hogy van otthon egy tévém, felinstálom az appot rá, és akkor onnan nézem. Nincsen. És nekem nem egy ilyen, szóval LG TV-m van, és abból is egy újfajta. Azt gondolnám, hogy az LG azért sokaknak van, és nincsen LG TV apja, ami érthetetlen. Szóval egy streaming szolgáltatóként nincsen okos tévé apod, az érthetetlen számomra. Bezzeg,
a PlayStation-ön van apja, de értem, hogy a Crunchy a Sony, érted, az Apple-nek is van apja az LG-re. Az Apple Music-ot is lehet használni androidos telefonokon, ez szerintem alap kéne, hogy legyen. A tartalom, hát igen, nem tudom megítélni, hogy mik vannak itt. Nem minden klasszikus animét láttam, de hát nyilván rengeteg anime van, egyáltalán nem értek hozzá, hogy ezek most jók vagy rosszak, de vannak klasszikusok, amik mondjuk itt nincsenek fönt, de a Netflixen fönt vannak. Meg az ember elveszik benne, én, mint aki egyáltalán nem értek az animékhez, és ez egy olyan szubkultúra, amiben valószínűleg sose fogok már így majd öregkoromban fogok belemenni. Az, hogy nincs magyar szinkron, ez engem nem zavar. Én az animéknél úgy vagyok, hogy eredeti nyelven kell nézni. A japán nyelv szerintem nagyon menő. Én úgy nézném amúgy is ezeket. 1890 forint, ami oké, korrekt, meg annyi, hogy mangákat is ad, játékokat is, ezt most nézem. Ilyen is van akkor, biztos. Az a Netflix is próbálkozik játékokkal, de hát nem hiszem, hogy sokan nyomja. De például, ami miatt előfizettem az Attack on Titan, az nincs fönt, csak a második évad 26. vagy második évadtól, vagy 26. résztől, nem tudom, hogy megy, de hogy ez mindig frusztrál, hogy ott egy sorozat. Tudom, hogy a jogi dolgok miatt van ez, de hogy kezdjek egy sorozatot a második évad közepétől, vagy akár a második évadtól, ez eléggé frusztráló, szóval ez meg különösen felcseszett, hogy ami miatt regisztráltam, azt meg se tudtam nézni. Szerintem nagyon sok fejlődni valója van a Crunchyrollnak. Lehet, hogy aki nagyon szereti az animét, annak jó, de én mondjuk D-be raknám, de az, hogy nincs okos TV app, ez egészen az LTE-ig levitte sajnos itt. Nagyon sok fejlődésre van lehetőség, úgyhogy szurkolok nekik amúgy. Tehát van egy ilyen szolgáltató is, hogy Dropout. Miről hallottam jókat is, szóval itt ilyen mindenféle humorral foglalkozó csatorna van, akik saját műsorokat csinálnak, ez tök jó, összeálltak páran. Szerintem itt minden kb. Exkluzív, ez becsülendő valahol. Megnéztem a trailert, és nekem ez a fajta humor, ami a trailerben volt, az kicsit ripacskodó volt, meg ilyen ordibálós, szóval ez nem feltétlenül nekem való a trailer alapján, és ezért nem is fizettem elő, mert annyira azért nem érzem, hogy ez fontos, mert fölidegesít, hogy nincs próbaidő. Szóval én azt gondolom, hogy úgy, hogy teljesen ismeretlen számomra ez a világ, azért pár nap próbaidőt szeretnék, de rögtön kéri a $6, ami nem olyan sok, de hogy szerintem azért jó lenne egy próbaidő megnézni, hogy mennyire jó ez. Nem adott rá lehetőséget, én meg nem akarok úgy befizetni valamire, hogy nem tudom, mit veszek meg. Úgyhogy ezt sajnos egy D-tírbe rakom, mert amúgy úgy tűnik, hogy sokan szeretik az interneten, meg minden. Meg így szépen ide illik, látjátok a sárgát, tök jól folytatja. HBO Max. Na, egy nagy ágyú jön. Amiről sok mindent szeretnék elmondani. A felületét nem szeretem. Amíg HBO Go volt, ez kifejezetten nagyon rossz volt. Megcsináltak egy teljesen új felületet, és még így is teljesen le vannak maradva például a Sky Showtime-hoz képest, a Prime-hoz képest, a Netflix-hez képest, és úgy érzem, hogy nem túl jó a felületük. Rengetegszer van az, hogy benyomok valamit, és aztán örökre tölt, ki kell lépnem, újra belépni, pedig nem indokolja semmi, és semmilyen más streaming szolgáltató nem szokott. Szóval nagyon, nagyon bugos az egész rendszer. Nem tudom, hogy van-e 4K. De az biztos, hogy a nagyon szar a bitrét, és biztos, hogy nem volt 4K, amikor mondjuk ment a Trónok harcában, emlékeztek, volt az a rész, amikor volt ez az esti csata, és az egész rész az ilyen sötétben játszódott, és ott látszott, hogy milyen kegyetlen rossz volt a bitrét. És ez nem amiatt, hogy felvették, hanem amilyen az HBO-nak a felületén, ahogy felkerültek oda a videók, lehet, hogy akkor még nem volt 4K. Az például nézhetetlenné tette azt a részt kb. Most már Maxnak hívják? Itthon még nem, ugye? Itthon még HBO Max. És 2390 van éves előfizetés, de nincs szerintem próba. Meg állandóan baszakodás megy most körülötte, ugye most lekerültek, visszakerültek dolgok. Az HBO név, a jól csengő HBO nevet voltak ilyen idióták, hogy a Maxra fogják változtatni egy ilyen teljesen ilyen default szar névre, szóval amilyen öröngést ott most csinálnak szerintem a vezetésben, azt nem teljesen értem, mert az HBO név az sokkal menőbb és felismerhetőbb meg minden, és erre Max lesz az egész, ez gyalázat szerintem. Azt azért el lehet mondani, hogy a felhozatal az rendben van. Ja, másik. Tegnap még be voltam jelentkezve. Most megnyitom, megint szeretném, hogy bejelentkezzek. Megint be kell jelentkeznem a nulláról. De nézd, a listámon is itt van pár dolog, amit annól hozzáadtam, bár nem olyan sokat. Hú, a Batman-t máig nem néztem még. De például vannak, nem azt mondom, hogy olyan rengeteg film van, meg nagyon sok új, mondjuk Mac-2, ez pont oké. Okay. Az alapfelhozatal az hagy némi kívánnivalót maga után. De hogyha egy pozitívat ki kéne elemelnem az HBO-n, és
és az viszont egy nagyon nagy kiemelés lesz, hogy az HBO exkluzív dolgok azok viszont magasan vernek mindenkit. Szóval itt van egy rendszer, ami nem a legjobb, az alapfelhozatal nem a legjobb, de közben a saját dolgaik azok szintekkel a többi fölött vannak. Szóval, hogyha ki kéne emelnem az elmúlt évekből is valami exkluzív sorozatot, akkor valószínűleg HBO-s lenne a legtöbb. És azon is van a legtöbb klasszikus. Már ő az, aki annó elkezdte, hogy felnőtteknek gyárt igényesebb sorozatokat. Aztán jöttek a később a többiek is, de hogy valahogy az HBO messze kiemelkedik. Szóval mostanra, mivel ők időben elkezdték, olyan katalógusuk van klasszikus sorozatokból, az HBO az kikerülhetetlen. Csak ha idénre kéne gondolunk, akkor talán a Last of Us, ami nagyon sokan imádtak, szerintem is jó lett. A Succession utóbbi évek legjobb sorozata, hogyha ilyen érdekes doksi filmszerűséget, akkor mondjuk a Rehearsal, nekem a kedvenc sorozataim közül nagyon sok HBO-s. Szóval minden negatív, amit az HBO-ról mondanék, azt ellensúlyozza az, hogy egyszerűen verhetetlenek exkluzívokban. És ők voltak az, akik Magyarországra is behozták, hogy igényes magyar sorozatokat csinálnak. Kisebb a katalógusok, de az minőségi. Kicsit félek, hogy most ezzel a váltással ez vajon átalakul-e. Azért reméljük, hogy továbbra is minőségi dolgokat fognak csinálni. Szóval emiatt muszáj az A kategóriába raknom, mert hogyha jó sorozatok, akkor az HBO. Mi a következő? Ez a Nebula? Itt a Nebula TV, kicsit olyan, mint egy ilyen exkluzívabb YouTube, amit megcsinált egy csomó tartalomgyártó magának, és ezt tényleg tartalomgyártók készítették, ezt a streaming szolgáltatót, itt felrakják a videóikat reklámok nélkül, szponzorblokk nélkül, tényleg összegyűjtött egy nagyon sok minőségi tartalomgyártót, akik ilyen ismeret terjesztés kategóriában vannak, és $3 havonta. Úgy is lehet nézni, hogy ezt tényleg közvetlenül támogatod ezeket a tartalomgyártókat, fantasztikus cuccok vannak itt, lehet, hogyha erre nézd fel a YouTube helyet, akkor nem veszel el sok trashbe, hanem történelemről videók, gazdaságról videók, zenéről, mindenféle, rengeteg jó tartalom van, és ez tényleg egy kicsit, mint hogyha a YouTube egy csomó minőségi csatornája lenne így ide felrakva, válogatva neked, vannak podcastek is, de vannak ilyen online órák, szóval lehet mondjuk zenét tanulni, itt néztem. Szerintem ez $3 havonta, az egy korrekt ár amúgy, de majd még visszatérünk arra, hogy ha erre akarnál előfizetni, akkor miért ne közvetlenül itt fizess elő, majd még mondok egy másik opciót, ami szerintem, hogyha valakit érdekel az ismeretterjesztés, akkor arra visszatérhetünk, de szerintem maga a Nebula az tök jó kezdeményezés, én ezt berakom egy, szerintem A-tier, mert nagyon értékelem, amit így csináltak. Ja, legyen B-tier, mert azért mégis az más, mint az HBO, de szerintem egy értékelendő dolog. Megyünk tovább a Prime videóra. Ami az Amazonnak a streaming szolgáltatója. A felület szerintem alapvetően jó, de amúgy mondjuk felcsesz nagyon, hogy mondjuk valamilyen sorozatot nézel, akkor belépsz a tévén a Prime abba, és nem írja ki, hogy itt a ugyanúgy meg kell keresnem. Angol, szóval ne nagyon számítsatok magyar szinkronra. Én annól azért regisztráltam, ez volt az első között volt, ami 4K-t tudott. A 7 éve volt egy 4K-s tévé, akkor ki akartam próbálni, milyen az, és akkor emiatt regisztráltam, és amúgy nagyon olcsó volt már akkor is. Vannak exkluzívak is, de amúgy annyira nem vagyok elájulva az exkluzívaktól. Alapvetően a felhozata szerintem annyira nem, hát nem olyan combos. Itt azért lenne mit fejlődni. Vannak jó filmek, tényleg. Szóval van egy felhozatal, az biztos. De itt is kicsit úgy érzem, mint egy idő után a Netflixnél, hogy tekersz lejjebb, hogy néha a kevesebb több, ugye. Vannak exkluzívok, amit kifejezetten szeretnek az emberek. Én egyet tudok kiemelni, ami szerintem az egyik legjobb sorozat az elmúlt évekből, ez a Marvelous Mrs. Maisel. Az egész szinte tökéletes ez a sorozat, még nem végeztem vele. Azt mindenkinek ajánlom, az egy humorista nőről szól a 50-es években, talán Amerikában. Nagyon jó sorozat. A Boys is elméletek rohadt jó. A Gyűrűk ura sorozatról annyi jót nem hallottam. Elméletek akkor van magyar szinkron is pár dologra, azt írjátok. Vannak jó exkluzívjaik, kritikailag is elismert sorozataik is vannak. Ahhoz képest szerintem a legolcsóbb streaming szolgáltató Magyarországon. 900 forint. Ez szerintem durva. Ez azért más dimenzió, mint a több. C-be akartam rakni, de azzal, hogy ez csak az egész 900, ez szerintem a Prime-ot felviszi a B-ig. Érdemes előfizetni és körülnézni ott, mert 900 forint az 900 forint, és 7 napig ez ingyenes, szóval még ki is lehet próbálni ingyen. Következő, mit rak ide? RTL Plus.
nagy meglepetésre, itt az RTL műsorait lehet mondjuk visszanézni, reklám nélkül, hogyha előfizetsz 2000 forint, de van 2 hét ingyen trial. És vannak exkluzívjaik, talán nem túl sok, mondjuk valahol minden RTL klubos műsor az exkluzív, nem? De a Király sorozat, meg most jön talán a valami Amerika sorozat, az is ilyen exkluzív, szóval próbálkoznak magyar exkluzív sorozatokkal, ami viszont ígéretes, és említek, a Király az nem is rossz, de így a film felhozata az van, de bár ne lenne. Szóval a film felhozata az gyalázatosan szörnyű. Ez igazából annak jó, aki valamilyen RTL klubos műsort szeret, vagy hogyha az meg akarja nézni, még meri a magyar sorozatokat, de hogy így alapvetően nem jó a felhozat a filmek terén. A honlapon is lenne mit javítani, összességében többet várnék. Úgyhogy mondjuk sokkal több film lenne, vagy minőségi sorozat, mondjuk itt a Mad Men, de amúgy szerintem itt még lenne mit javítani ezen a dolgon. Megvan a funkciója, maga a felhozat az borzalmas gyenge amúgy. D vagy E, szerintem legyen a D. Mehetünk is tovább, ez itt a Rauken. Abból is ismerem, hogy a LG TV-ken ott alapvetően föl van installálva, azt néha megnyílik magától is. Ez valaki nagyon nyomatja. Kezelő felülete, ez elmegy kategóriába raknám. Van jobb, van szebb. Itt, ami plusz lehet, hogy lehet pár külföldi tévét fogni, megnézni, ami lehet, hogy valakinek fontos. Itt nem lehet előfizetni, meglévő filmeket lehet végleg tölteni, vagy bérelni. Elméletileg amúgy van pár exkluzív is, de azokat hagyjuk is inkább. Annyiban jó, hogy vannak viszonylag friss filmek, hogy a Barbie-t itt meg lehetne nézni most, de mondjuk ez nagyon drága, hoppáni. 3500 forintért lehet megnézni, hát ez kegyetlen. Drágább, mint a moziban. És a barátnőt felveszünk, az meg csak 1000 forint, pedig az még frissebb film, nem? Ez érthetetlen egy kicsit számomra. De itt van a Pókember, csak 1000 forint, és az egyik legjobb film idénről. 4K, 5.1 minden itt van, ami kell. Szóval itt nem lehet előfizetni, hanem itt vásárolsz filmeket, amit lehet, hogy más streaming szolgáltatóknál nem biztos, hogy megtalál, de emiatt nem biztos, hogy regisztrálnék, vagy megnyitnám, mert annyira nem. Egy kicsit úgy van benne tévé, lehet venni dolgokat, így az egész olyan nem erőltették meg magukat, eltír. Rakuten TV, bocsánat, Rakuten TV, de Rakuten Wiki. Van egy ilyen aloldala, amit csak megemlitek, az is elérhető itthon. Szóval itt ilyen ázsiai filmeket és sorozatokat lehet megnézni. Az, hogy most milyen a felhozatal, lövésem sincs, nem ismerem őket. Az, hogy mik az exkluzívok, szóval én nagyon nem vagyok otthon, hogy mondjam, a ázsiai sorozatokban. Nem nekem valóak, maradjak ennyiben, vannak tényleg exkluzívok is. $5 az előfizetés, ami nem olyan rossz. Van ingyenes is, és akkor reklámok vannak, meg SD-ben nézheted. Szóval ahhoz, hogy mondjuk már jó minőségben nézd, de ahhoz elő kell fizetni, de bele lehet nézni ingyen is a dolgokba. Szóval ilyen szinten rendben van. Figyelj, ezt a D-be rakom, mert legalább bele lehet nézni ingyen is, meg nézni is, csak reklámok és SD van, amit én nem biztos, hogy sokáig viselnék el, és nem is olyan drága. Szóval $5. Na menjünk is tovább. Még pár nagy ágyú hátra van. Most jön a... ez mi? A Direct One. Figyelj, ez gyors lesz. A Direct One, nem értem, hogy mi. Nem tudnám a klasszikus streaming szolgáltatók közé sorolni. Ez inkább egy TV előfizetés, amely az interneten csinálod meg, és akkor mindenféle tévét nézhetsz online. Jó tévét. 4090 forint havonta, de akkor is egy évre meg kell venni. Én azért nem fogok most kifizetni 40.000 forint, vagy több mint 40.000 forintot. És aztán beregisztráltam, és akkor elkezdett, hogy van regisztrációs díj, be kellett írni anyja neve, a személyi számomat, szóval ott rájöttem, hogy ez nem egy klasszikus streaming, hogy csak így felregisztrálok, kipróbálom, előfizetek egy hónapra, ez inkább egy tévé interneten, és én ebből nem kérek, szóval ilyen szinten ezt inkább nem is tudom hova elhelyezni. Ez streaming szolgáltatóként egy F-tier. Ez nem streaming szolgáltató. Nyilván ennek is megvan a funkciója, de álljon már meg a menet. Van 3090-nél is, csak azért sokkal kevesebb. Nyilván 4000-re se éri meg. Egy hónapra kapok a személy HBO-t is. Először 1600, aztán már 4000 forint. Van regisztrációs díj 1000 forint. Szerződés 12 hónapra szól. Szóval akkor utána fizetnem kell végig azt a 4000-et. De legalább a felnőtt tartalom ingyen van hozzá. De meg a Cinema Pack az még pluszba.
500 forint, de aztán meg 1003. Nem. De gondolom ez arra van, hogyha valaki sportműsorokat akar nézni online, akkor arra jó. Arra nem jó, azt mondjátok, mert csak az Arena 4 sportcsatorna van rajta. De akkor meg tényleg nem tudom, mire jó. A Viaszat 3-at akarod nézni? Vagy mi a faszt akarsz nézni? Amért kifizetek 50 000 forintot egy évre. De azt tényleg nem értem, hogy miért akarja rögtön egy éves előfizetést lehet csak venni. Az már rég rossz nekem. Még kiderül, hogy szar, és akkor nem tudom lemondani. Lehet, hogy külföldön élőknek jó, hogy magyar tévét nézzenek, de hogyha valaki külföldön él és magyar tévét akar nézni, önvizsgálatot kell tartani. Na jó, a következő a Scream. Magyar szolgáltató. Ami főleg horrorokat szolgáltat, Scream, ahogy a nevéből is valószínűleg rájöttél. Szerintem rendben van a felülete. Ez is ilyen a Netflixre hajaz minden szinten. A felhozatal az elég jó. Nyilván főleg mivel horror, meg akció, meg ilyen brutális dolgok vannak egy csomószor, van egy csomó gagyi is, de hát valaki ezt szereti. De amúgy meglepően sok, például itt az utolsó műszak, ami nem horror, de egy fantasztikusan jó film, azt például ajánlom. Zárvásztól nagyon féltem. Mondjuk én az összes ilyen félek. Itt van a Fehér éjszakák, ami egy nagyon jó Ari Aster film, és itt forgatták Budaörsön amúgy. Mindegy, szóval vannak mindenfélék, egy kicsit úgy érzem, hogy itt még elférne egy kicsit el vagyok veszve a honlapon, mondjuk ilyen ajánlások, toplisták tök jók lennének. Exkluzívok szerintem nincsenek, magyar hang van, és csak 1000 forint, és 7 nap erre ki lehet próbálni. Nekem tetszik, hogy van egy egyedi stílusa, tetszik, hogy van egy koncepciója. Mondjátok meg, hogy van-e tévé apja, de itt a olyan alapján van. Nyilván még mindig lehetne több dolog. Nem tudom, milyen gyakran frissül, de az ilyenkor nyilván ez fontos egy ilyen streaming szolgáltatás, hogy milyen gyakran frissül, vagy fél év után fölmegyek, és még pont ugyanazok vannak, az nem a legjobb. De az, hogy ez 1000 forint, és ilyen sok dolog van, szerintem ez egy becsülendő dolog, ez egy jó budget megoldás. Meg hát, ha magyarok, akkor támogassuk őket, ez B. Az ára lehet ellensúlyozni, mondjuk kevesebb dolog van, de olcsó. Vagy mondjuk a HBO ellensúlyozza, hogy nem olyan jó az app, meg a honlap, de közben fantasztikus exkluzívak vannak. Itt lehet engem meg legyőzni ennekkel. Következő az AMC Mikro. Amit itt rögtön be is rakok az F-be, mert nem értem ezt az egészet. Figyelem, E-be. Mert nagyon specifikus, akinek ez jó lehet, de az AMC Mikro ingyenes. Ez jó benne, de cserében miért ingyenes, kb. Semmi nincs rajta. Nagyon specifikus, lehet, hogy gyakran változik, vagy nem tudom, én nem értem teljesen. A Sport TV-ről van pár műsor, az AMC-ről van 3 dolog, meg a Spektrumról pár, és így ennyi. Akinek pont ez kell, annak lehet, hogy a Gógyi felügyelő méghozzá egy rész. Szóval ez így gyakorlatilag egy demo. Nem tudom, ennek semmi értelme szerintem. Ezért kár beregisztrálni. Eltír, mert ingyenes. Jöjjön akkor a nagy ágyú, a Netflix. Amit mindenki ismer, aki ugye annó videókölcsönző volt, aztán berobbantotta itt a streaming dolgot, és utána a többiek csak rohaltak utána, akik eszméletlen pénzeket költöttek tartalomra a Netflix, eszméletlen durva sok pénzt, és gyakorlatilag hetente jön ki egy sorozat, nyilván nagyon jó sorozataik is vannak, de nem feltétlenül a minőségre mentek rá, mint az HBO, hanem inkább a mennyiségre, ami azt jelenti, hogy ekkora mennyiségnél nyilván lesznek jó sorozataik, és nagyon sok jó exkluzívjuk van. Például a BoJack Horseman azt mondom, egyik legjobb dolog valaha, amit képernyőre megálmodtak, de nyilván Stranger Things, ami szerintem a harmadik évad, ami annyira rossz volt, hogy majdnem abba hagytam, de amúgy rendben van, sokan szeretik, most az új Cyberpunk Edge Runners, említek, az is jó. De olyan exkluzívjaik, és amit különösen szeretek, nagyon-nagyon sok doksi sorozatuk van. Például ezt kifejezetten értékelem, és rengeteg nem saját sorozatuk is van, meg film, amit ugye licenszelnek. Azt is ők hozták be szerintem, vagy nem tudom, hogy ők hozták, de most ők, náluk van leginkább az, hogyha valami stand-uposnak véget ér a turné, akkor azt felveszik, és felrakják a Netflixre. Szóval itt tényleg rengeteg remek exkluzív van, exkluzív sorozat, film, meg doksi filmek, meg ilyen projektjeiket is szeretem, amit azt mondom, nem náluk indul, de már át vették, és most már náluk van a Black Mirror, vagy a Love Death Robots, amiben ugye magyarok is csináltak részeket. Szóval tök jó, hogy ilyenek is jönnek, amik így nem feltétlenül ilyen mindenki számára érdekes, de rengeteg doksi, meg rengeteg olyan skiffi, meg minden van, ami érdekes lehet. Szóval olyan katalógus van, hogyha csak erre vagy előfizetve a Netflixre, akkor valószínűleg bőven elég lesz, és már rendesen felirat is van, szinkron is van egy csomóan, el lehet merülni mindenféle országnak a exkluzív is.
is, vagy ha akarsz indiai sorozatot is nézhetsz, akarsz koreait, ugye Squid Game, azt mindenki ismeri talán, az is Netflixes. Ők kezdték, és úgy látszik, még nagyon nem sikerült beérni. Egyszerűen az a tempó, amit diktálnak, az durva. Most lehet, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy azzal, hogy ekkor az aj lett körülöttük, már megkopott egy kicsit a nívójuk, de még mindig magasan a legjobb katalógusuk van. Tényleg ott, ha nem találod meg, amit meg akarsz nézni, az a te hibád. A Netflix még mindig az ultimate. Hogyha egyre kell előfizetni, akkor valószínűleg Netflixre érdemes, vagy az HBO-ra, mert az HBO-n vannak olyanok, amit eszem muszáj megnézni, de hogyha folyamatosan elő vagy fizetre egyre, amire mindig visszatérsz alkalmanként, az valószínűleg Netflix lesz, mert ott elég gyakran jönnek új dolgok, és már alapvetően akkora katalógus, hogy már most se tudnád végignézni. És emellé jön be az, hogy a kezelő felülete még mindig a legjobb. Nem értem, hogy egyeseknek még nem sikerül ezt lemásolni. Működik, 4K-s, hogyha 4K-ra vagy előfizetve, minden szinten figyelnek ezekre a dolgokra. Az ára az 2500-tól 4500-ig terjed, ami drága, de ez nem a legtöbb embernek nincs szükség a 4500-as előfizetésre. Én nagyon sznob vagyok, úgyhogy ha már van egy 4K-s tévém, én szeretem, hogyha 4K-s a dolog, és már párszor éreztem azt, hogy a Netflixet le kéne mondani, amikor nem nagyon van időm ilyeneket nézni, de mindig, amikor lemondaná ember, akkor pont jön valami, amit megnéz, vagy nem én, hanem az Orsi, de hogy régen ezt meg is lehetett osztani egymás között a Netflixet, most már talán nem, de hát drága. Drága, hogyha 4K-t mondod, de azt mondom, hogy amennyivel drágább, annál sokkal többszörös, amennyi tartalom ott van. De amúgy az érdekes volt szerintem, hogy mindenkinek nyakra főre adta a pénzt, és amúgy a streaming bizniszben, vagy a Hollywoodban azért szerettek az emberek akár a Netflixen, akár az Amazonnál forgatni, mert ott sokszoros pénz volt egy-egy sorozatra, mint amennyi mondjuk a tévében. És az látszott, hogy a Netflix bevállal olyanokat is, ami nem biztos, hogy be fog jönni. Ezt szerintem ez a kockáztatás, ez segített, hogy tényleg egy csomó olyan dolog is kijött belőle jó dolog, ami nem biztos, hogy más bevállalt volna. Egyelőre én azt mondom, hogy a legjobb dolgok még mindig a HBO-nál vannak, a legminőségibb dolgok, de összességében, mint streaming szolgáltató, a Netflix az estír. Hogyha valamit az estírbe raknék, az ez. Tudom, hogy tipikus, tudom, de ez van. Lehet utánuk csinálni, hát nem lehet, mert nem könnyű. Tudom, hogy ők is vesztettek egy csomó pénzt, de mondjuk még mindig a Netflix az top. Jön a következő, a film jó! Magyar streaming szolgáltató. Ebben csak magyar filmek vannak, és egyfelől szerintem ez tök jó, hogy elkezdték összeszedni a magyar filmeket, és egy helyen meg lehet tekinteni szinte az összes magyar filmet. Ez nekem tetszik, hogy van egy koncepció mögötte. Van okos tévé apjuk is, tök jó. Nem mindig működik úgy, ahogy szeretném, azt azért hozzátenném, de fejlődik. És csak 1200 forint. Azt szerintem korrekt. Megvan az egésznek a funkciója, becsülendő, hogy ez van, de szerintem az még nagyon hiányos. Még mindig. Én ahogy megyek végig a magyar filmmaratonban, rengeteg magyar film nincs fönt rajta. Sőt, általában a fele sincs rajta azok közül, amit meg akarok nézni. És tudom, hogy nem tudnak mindent licenszelni, értem. Viszont, na ez a másik érdekes, hogy hiába vagy előfizetve, nagyon sok, mint látható, plusz 1000 forint, hogy megnézd. Ami egyfelé érthető, mert a másik opció, hogy akkor nincs fönt rajta. Így legalább megvan az opciót, hogy még fizesd, de akkor is kicsit a rossz érzésem lenne, hogy én előfizettem erre, és az új filmek, azok meg pénzbe kerülnek, miközben egy csomó streaming szolgáltató tudja ezeket hozni, úgyhogy ezzel harcunk a előfizetésedre, hogy hozunk új filmeket is. Ilyen szinten én azt gondolom, hogy ez kicsit rosszá íztat, hogy megnéznek egy csomó új magyar filmet, az mind plusz pénzbe kerül, akkor meg lehet, hogy nem érdemes előfizetni, hanem csak ezeket befizetni. Egy a film jót a C-be rak. Mi lesz a következő? Disney Plus! Az apja rendben van, a felülete rendben van, szerintem. Jól néz ki meg minden. Vannak a eredetik, itt vannak a filmek, itt vannak a sorozatok. Szóval működik. Van magyar, vannak szinkronosak. 2500 az előfizetés. Van éves előfizetés is. Van itt minden, ami szokott lenni. Vannak klasszikus sorozatok fent, Modern Family, How I Met, Family Guy. Vannak jó filmek is. Annó elkezdtem, egyszer végignéztem az összes filmet a Disney-n, hogy mi az, ami engem érdekelt, hogy berakjam a watchlistbe. Kb. Az összes Wes Anderson fönt van, annak örültem. Ezeket raktam be, hogy ezeket érdekelnek. De lemondtam egy idő után, mert szerintem vannak jó sorozatok, vannak jó filmek, de kevés igazán jó klasszikus találni. Egy Disney-től, ami most kb. Mindent megvesz és fölzabál, sokkal többet várnék. Bár valaki azt írt, hogy bármire rákeresek, az kb. Fönt van, de én, hogyha mondjuk kiristázom a drámákat, akkor ott végigmegyek, és így nem volt elég jó cucc. Az exkluzívakból is sok van, de nem túl jó.
jók. Meg nagyon egyhangúak, szóval a Disney ráment erre a Marvel vonalra, amit ember legyen a tarpán, aki ezt követni akarná, amit itt volt az, hogy a Marvel ez telítődött, az Endgame-nél, sőt, igazán szerintem az Infinity War-nál píked, de az Endgame-nél nagyon jól le lett zárva a Marvel, ezt már nincs öröm követni. Ezeket a sorozatokat, ami vagy jó, vagy inkább nem általában. Szóval a nyelvválaszték az nagyon jó, a Disney, azt néztem, hogy fantasztikusan sok szinkron érhető el hozzá. A Dokikra nem tudtam rákeresni a magyar nevén, hanem a Scrubsra kellett, ami oké, okay, csak mondjuk ha én egy magyarként tudom, hogy fönt van egy magyar szinkronnal egy magyar nevű sorozat is, akkor miért nem tudok rákeresni egy Dokik, ami szerintem az egy a legjobb vígjáték sorozat. Szerintem ahhoz képest, hogy mekkora Disney, én megúszósnak érzem. Én csalódott vagyok. Egy C-tier tudnék a Disneynek. A Disney Plusnak adni. Tudom. Sajnálom. Sajnálom. A következő. Mubi.com. Egy érdekes cucc szerintem, mert ez teljesen más, hogy áll hozzá, mint a többi streaming szolgáltató. Inkább ilyen művészfilm fanoknak van. Mindenféle országból, mindenféle a mainstream közönség számára ismeretlen filmek vannak. A minőségük tök jó, szóval 4K-ban vannak fönt még a tök régi filmek is, csomószor. A tartalom az limitált, de az különleges, egy csomó dolog van, amit sehol máshol nem fogsz elérni. Exkluzíva gondolom nincsenek. Magyar nyelvben ne is reménykedj, és nagyon drága is. 4650 forint. Nagyon sok. De van éves előfizetés, és van diák előfizetés, ami olcsóbb. Szóval inkább úgy nézem, mint egy művész mozit, ilyen filmsznoboknak, de jó értelemben. Ha kicsit telítődsz ez a szokásos streaming dolgokkal, akkor itt találsz mindenféle külföldi filmeket, amik érdekesek. Szóval a Mubi ilyen szinten nagyon drága, de nagyon értékelem, hogy teljesen más hozzáállást hoz be a streamingek közé, és még úgy is, hogy nagyon drága, én azt mondom, hogy mondjuk egy C-tierbe raknám. Hogyha kicsit olcsóbb lenne, akkor B-ig is, vagy A-ig is fölmehetne, de nagyon drága. Legyen a B. A B már nagyon különleges, és szerintem nagyon kevesen nyomják ezt a vonalat, hogy kevés, de az válogatott tartalom. Oké, a következő az a TV2 Play. Hey! Ezt gyorsan el fogom helyezni. 500 forint, ami tök jó, de nincs próbaidő, ami nem jó. Itt is úgy volt, hogy elkezdtem beregisztrálni, és mondom, akkor megadom az e-mailem. Csak vissza lehet nézni, gondolom, a TV2-es dolgokat, de elkezdte, hogy adjam meg a településet, hogy hol lakom, a nemem, a születésével, meg ilyeneket elkezdett kérdezgetni, amit nem szeretnék megadni. Ez egy streaming szolgáltatóra regisztrálok, és még próbaidő sincs, rögtön fizessek, mehet az F-be, ez engem fölcseszett. Ez megint úgy érzem, hogy ez nem egy klasszikus streaming szolgáltató. Miért muszáj nekem gyakorlatilag mindenféle adatot megadni, és csak azért, hogy a TV2-es dolgokat visszanézzem, hagyjuk. Nézzük a Sweet.tv-t. Kezelőfelületen nem a legjobb. Tévéket lehet nézni. Vissza lehet tekerni ilyen szinten, oké, hogyha valami műsor már elkezdődött, visszatekeredsz az elejére, viszont ugyanúgy ott vannak a reklámok, szóval ilyen real-time-ban mennek a tévék. Filmekből amúgy meglepően sok volt. De pluszba kell fizetni értük, és a Full HD 800, azt hiszem az SD 400 forint, vagy már nem tudom, hogy van. Van magyar szinkron 3900 forint, 7 nap próbaidőszak van, vagy 14, de van 5000-től van a 4K-s előfizetés, ami már szerintem több, mint a Netflixé, ami tényleg túlzás. És akkor még külön fizessek a filmekért. Te Babilont is meg lehet nézni. 3700 forintért. Most akkor mik után befizettem? Á, nem. Van funkció, amire lehet jó, de amúgy hagyjuk. Az E-tier. Jó. A következő Gaia. Azt hittem, hogy ez ilyen doksi filmek lesznek rajta, és hát doksi filmek vannak rajta alusapkásoknak, így tudnám mondani. 12 dollár, van 7 napos próba, van éves előfizetés, és van olyan előfizetés, ami dupla, mint ilyen eventeken lehet végigmenni, és eventeket lehet megnézni, meg visszanézni, ami nem tudom milyen eventek. Nem tudom, hogy mi az exkluzív, szerintem minden exkluzív rajta. A felület nem olyan, nem túl jó amúgy, magyar nyelv nincs. Úgy éreztem, mintha valami szektába léptem volna be, ami nem a legjobb feeling, de hát nézzétek, hogy akkor van history, és akkor itt van UFO-król, eltusolt ügyekről, az elején ugye ki kellett válaszolni, hogy mi érdekel, hogy eltusolt ügyek, UFO-k, gyógyászat, Astral City, tessék. Azt tudom elképzelni, hogy itt vannak az ilyen fura keresztény filmek, tessék, itt vannak sorozatok, kozmikus dologról, ősi civilizációkról, a szuper emberekről, kristályokról, kvantumokról, gyógyító vibrációkról. Hát lehet, hogy cringe-elni amúgy nem
rossz Astral City portálok, ugye? Érdekesnek tűnnek amúgy, az biztos jóga, meditáció, az még lehet, hogy ennek értelme is van. Ez valami szektás, álhíres, nem túl tudományos dolog. Ez egy fertőnek tűnik, max cringe-elésre ajánlom. Az áltudományos dolgokat ezt én megállt parancsolok neki egy FT-rel. Curiosity Stream. Hogyha tényleg érdekel titeket doksi filmek, akkor nem a Gájára kell menni hülyeségekért. A Curiosity Streamre menjetek föl. Nem a legjobb, és néha kicsit lassú a felülete, az nem tetszik. De nagyon nagy turva katalógusa van mindenféle dologra. Mondjuk azt mondom, hogy tudományon belül az űrkutatás. És akkor rengeteg űrkutatásról szóló film van. Itt van originálok is vannak, Stephen Hawking-gal. Vagy fölmegyek, akkor azt mondom, hogy történelem, és akkor mindenféle történelmi korszak, technológia, rengeteg dolog. Van gyerekeknek való, ami mondjuk angolul nem árt tudni hozzá, gondolom, de eszméletlen nagy katalógusok van ismeretterjesztésben. Én azt szeretem például Netflixben, ott is viszonylag sok a doksi film, de hogyha titeket csak a doksi filmek érdekelnek, akkor ebbe az irányba mennék. És még ilyen crime-os is van, tudom, hogy valaki azt szereti. Azt néztem, hogy ez 5 és 10 dollár között van a havi előfizetés, ami nem olyan durva. Várjál, még egy plusz dolgot elmondok, hogy itt vannak ilyenek, hogy előadások. Ez nekem új, és ez nagyon tetszett, hogy itt vannak mindenféle dologokról előadás, például European History. Bemész, és akkor a európai történelemről itt előadást ad, méghozzá ezt a srácot, ez az egyik Green Fever, ha jól emlékszem, ő nagyon szeretem. Nekem ez különösen bejön, hogyha így ilyen, ezeket az előadásokat így látod statisztikából, biológiából, amerikai történelemből, tudománytörténelem, ez csak egy plusz, ezek a kurzusok. Azért mondtam, hogy várjatok a Nebula előfizetésen, mert lehet olyat is, hogy úgy előfizetni, van, hogy csak erre elő lehet fizetni, az 5 dollár per hó, vagy ha éves előfizetsz, akkor 3,34 dollár, ami szerintem nagyon jó ár. De van ilyen bundle-je, ami azt jelenti, hogy ehhez is hozzáférsz, és a Nebulához is, amit ajánlottam, amit a youtuberek csináltak, egy csomó youtuber. Szóval lehet egy ilyen előfizetést nyomni, hogy mindennel együtt. És akkor 4K-ban nézhetsz csomó helyen, és akkor abban ott van a Nebula is. És ezen kívül olyanok, hogy a Taste Made, az valami olyan streaming szolgáltató, ami ilyen kajákról szól. Néztem, van a Som TV, azt is megkapod ebbe a bundle-be. Egy streaming szolgáltató a borokról. Fantasztikus. A borokhoz kapcsolódó rengeteg sorozat és film van rajta. Ez amúgy valahol csodálatos szerintem, hogy egy ilyen szubkultúrának, mint a boroknak, meg a borokhoz kapcsolódó kajáknak külön streaming szolgáltatója van. Ez valahol így örömmel tölt el, hogy milyen érdekes, hogy ilyenek vannak a világban, nem? Szóval, hogyha ebbe 10 dollár, az mennyi? 4000 forint? Az ami elég sok, de vagy évesen 5,80, az már egész korrekt. Abban már tényleg minden benne van, és akkor gyakorlatilag előfizettél 4-5 streaming szolgáltatóra, ami lehet, hogy abban mondjuk kettőt fogsz használni. Csomószor vannak ilyen ha követtek ilyen youtubereket, akik ezzel foglalkoznak, akkor ott egy csomószor vannak ilyen akciók. Én nagyon örülök, hogy ez létezik. Főleg ez a bundle, szerintem nagyon megéri, én berakom az átérbe őket, szerintem fantasztikus. Jó, még van kettő, mondjuk az egyiket ezt nem tudom miért van itt benne, de majd kijavítotok, de engem a Paramount Plus-ra nem tudtam előfizetni, csak bejelentkezés van. Ez valamihez jár, vagy valaminek a extra dolga, én nem tudom mi ez a Paramount Plus. Ez az utolsó a YouTube Premium, ahol ugye a tartalom mindenkinek ingyenes, szóval megértem, hogy valaki nem akar előfizetni rá, de nem a legjobb a YouTube felülete, azt meg kell hagynom. Néha csak a csatornákat akarom, mikre vagyok feliratkozva, azt külön keresnem kell a Google-be, hogy hol találom meg. Ha gépen nézed, a shortok is ott vannak a feliratkozások között, ami nagyon idegesít, telefonon nem. A felület nem a legjobb, meg nagyon el lehet veszni benne, de jár hozzá például a YouTube Music, ami tudja helyettesíteni például a Spotify. 1790 forint egy hónapra, és ha sok YouTube-ot nézem, mint én, akkor nekem megéri, hogy nincsen reklám. És 2 hónap ingyenes próbaidő van. És nyilván rengeteg jó tartalom, nekem megéri, hogy nem rabolja az időm a reklámok, meg nem kell tovább nyomnom, hogyha mondjuk kocsiba hallgatok valamit. 1090 forint diákkal, a családi csomag meg 2690, amiben meg lehet hívni azt hiszem 4 vagy 5 embert, szóval akkor már fejenként azt írják, hogy 450 forintra jön ki, ami nagyon olcsó szerintem. Nyilván akikvel összeálltok, és akkor egy valaki fizeti, soha nem fogjátok neki elutalni ezt a 450 forintot, de mondjuk havi egy sörre meghívjátok, akkor már
rendben van. És tényleg az, hogy nincs reklám, az, hogy le lehet zárni a képernyőt, az, hogy le lehet tölteni. Most sok év után megint repültem, és akkor le lehet tölteni előre videókat a telefonodra, az is jó. Meg jár hozzá a YouTube Music, ezzel így együtt szerintem az 1790 az egy, szerintem egy átír. Szerintem fullos ilyen szinten a YouTube Premium. Ez egy jó deal. Ja, hogyha a zene stream szolgáltatókról, vagy a zene, ahogy mondjam, arra nem nagyon van mit beszélni amúgy, mert ott viszont bármikre előfizetsz, igazából valószínűleg mindent megkapsz. Azt az embereket fel se fogom, akik szeretnek zenét hallgatni, szoktak is, és nem hajlandóak még a Spotify-ra se előfizetni. A Spotify-on van azt hiszem a legjobb playlistek, de nem olyan jó minőségű a zene. És én régen nem szerettem az Apple Music-ot, de most kipróbáltam, mert 3 hónap ingyenes volt, és az Apple Music-on már az alap előfizetésben lossless, veszteségmentesen lehet a zenéket lejátszani, ami régen a Tidal-en elő kellett fizetni hozzá, elég drágán, és most már az Apple-nek az alapcsomagjában benne van, plusz, hogyha Apple Music-ra elő vagy fizetve, akkor van egy másik külön app a komoly zenéknek, az rendesen kategóriákban mindenféle lista van, szóval, hogy aki szereti komoly zenét, annak mindenképp ki kell próbálnia, 3 hónapig ingyenes. Ajánlom az Apple Music-ot, főleg, hogyha iPhone-od van, de azt szerintem Androidon is elérhető. Nyilván Tidal is tök jó, hogyha nagyon akarod támogatni a zenészeket, akkor Bandcamp-en kell. Szóval a zenével valószínűleg egy előfizetsz, ott mindent megtalálsz, és hogyha nagyon-nagyon meg vagy szorulva, és van YouTube Premium-od, akkor ne feledj, hogy akkor gyakorlatilag van neked is egy Spotify-ot, csak a YouTube Music a neve. De most maradjunk a videóknál, mert az az, ami sokkal jobban megosztott, mert mindenhol más van. Hát én elégedett vagyok ezzel a listával. Szóval én azt mondom, hogyha valamire elő akarsz fizetni most, akkor az S vagy átírt ajánlom, nyilván a Netflix-el nem lehet mellélőni, rengeteg jó tartalom van. A Sky Showtime azt szerintem rendben van, ez tök korrekt, az árához képest jó a katalógusa, HBO Maxon vannak a legjobb dolgok, a Curiosity Stream, főleg bundle-ben, hogyha szereted a doksi vonalat, szereted az ismeretterjesztést, akkor mindenképp arra fizess elő. YouTube Premium meg, hogyha sok YouTube-ot nézel, akkor szerintem nagyon sok fejfájástól megkímélhet, főleg ha sokan osztáljátok, hogy ne láss reklámokat, és igen, szokott keresni, támogatja a YouTube ilyenkor a tartalomkészítőket. Szerintem több pénzt kapnak a tartalomkészítők a Premiumból, mint a reklámokból, de ezt sose fogjuk megtudni. Elméletek többet kapnak. De amúgy szerintem a B-tírben is vannak jók, a Prime Scream, ezek meg a Mubi, olyanok, amikre érdemes előfizetni, megnézni, mert a Prime-on is van olyan, amiért csak azért mondjuk a Boys-nél vagy a Marvel-nél érdemes előfizetni, de nem biztos, hogy folyamatosan. Scream-et is érdemes megnézni, mert jó áron van, Mubit is, hogyha ilyen filmsznobok vagytok, a Filmiót is, a magyar filmeket kerestek, még C-tírig is nem lehetünk, mert Disney is valakinek megérheti, hogyha olyan sorozat van rajta, vagy film, amit ő nagyon szeretne megnézni, de szerintem úgy érdemes, hogy egyszerre nem kell mindenre előfizetni, hanem mondjuk most kijelölsz egy streaming szolgáltatót, azon nézed, megnézed, amiket szeretsz, aztán lemondod, és megnézed egy másikat. Nyilván ott van a torrent, aki írták, hogy az az estír, én nem tudom, nekem már rég nem. Egyszerűen öreg vagyok már az, hogy letöltsem, átrakjam, odarakjam. Ezeknek a streaming szolgáltatóknak annyi dolog elérhető az új filmektől kezdve, egy rengeteg klasszikusig, hogy egyszerűen már nincs igényem arra, hogy még keresgéljek mást. De néha nekem is kell, a magyar film maratonnál rengeteg magyar film ez nem elérhető más. Meg nyilván vannak klasszikus filmek, amik nem elérhetők egyik helyen sem, meg van, akinek nincs pénze ezekre, azt megértem, hogy Encore-t használ. Én is sokáig használtam torrentet, most már csak ha muszáj, akkor használok, de általában nem muszáj. Bár nagyon sok szolgáltatónál van már magyar szinkron, az, hogy eredetibe akarod nézni ezeket, nyilván úgy érdemes igazán, mert eredetibe aztán minden fönt van, angol felirattal minden fönt van mindenhol, magyar felirat is sok helyen van, de én mondjuk kifejezetten szeretem angolul, vagy az eredeti nyelven nézni mindent, eszembe se jut, hogy szinkronosan nézzem. Néha még szerintem az angol felirat jobb is, mert jobban összhangban van a beszéddel. Viszont ugye az angol feliratnál mindig ott van, minden zajt is kiírnak. Na, az viszont idegesít. Úgy érzem, hogy 2023-ban így állunk, ez lett a nagy tier listünk eredménye. Ezen nem kell idegesnek lenni, ez csak egy vélemény, hogy nem kell itt izé verni, hogy te sose, én csak azért sem fogok fizetni semmiért, mert ingyen lett. Jó, értem, oké. Nyilván a BKV-val is lehet ingyen menni, de lehet, hogy itt az ember úgy gondolja, hogy jó, azt kifizetem azt izét, ahelyett, hogy problémázzanak vele, meg nem ördögtől való dolog néha fizetni a szolgáltatásokért, amit használsz. Szóval ilyen szinten örüljünk neki, hogy már itthon a kb. Minden streaming bejött, nagyon sok dolog elérhető, aki az interneten keresztül akar tartalmat fogyasztani. Ennyi streaming mellett nem látom a tévé előfizetésnek sok értelmét, ha csak nem sportot akar nézni az ember. Úgyhogy ez volt a nagy streaming listánk, írjátok meg, hogy mi a véleményetek róla. Jövő héten meg egy olyan fókuszcsoport videó jön, ami szerintem zseniális lesz, meg a jövő hét utáni is már azokat is tudjuk. Én nagyon várom mindkettő részt, dolgozunk az ügyön, addig is
Tudom, hogy nagyon sok dolgot ajánlottam, de azért ne felejtsetek el még YouTube-ot is nézni néha. Mert mi azért itt vagyunk, és egyenlőre még... Amúgy nagyon adnám, hogyha Netflixen csinálnék egy sorozatot. Ja Istenem, nagyon jó lenne. HBO-n bármelyiken valaki adna pénzt egy sorozatra. Akár egy fiktívre, arra is van jó pár ötletem. A Netflix az két kezét összetenni, minden magyar behúznék a Netflixre. Mindegy, csak szólok, hát ha valaki nézi, de az HBO meg bárki pénzelheti. Szerintem olcsóbb lenne, mint a legtöbb. De csak mondom, az államtól úgyse fogok ezekre pénzt kapni. Egyszer majd talán egy streaming szolgáltató. Most már lehet, hogy bizonyítottunk elégszer, hogy azért össze tudunk csődíteni akár egy új műsorral is egy csomó embert, úgyhogy figyelj, én csak mondom. Mi meg, már nem csak a, ugye régen a hat lépés lehetett, most a Fókusz csoport meg jól van ez ilyen, de már van egy negyedik csatornánk is, ami az a neve, hogy Kókusz Plusz, ugye megihletett itt a sok plusz jel ezeknél a streamingeknél, ahova ilyen egyéb tartalmakat dobunk fel, kommentekre reagálunk, szóval egy kicsit párbeszéd jellegű videók vannak, néha lesz játék is, de mindenfélét oda földünk, amit nem akarunk a fő csatornákra. Ugye azt kövessétek a Kókusz Pluszt. Ingyenes! Szóval estír.